nagyon örülök. Azért, mert a floridai hurrikán nem volt túl erős. Van két nővérem, aki Floridában él. És a többi rokonom is ott él. And so I'm very thankful. It was supposed to be a category 5, and then a category 4, and it ended up as a category 1. Olyan hálás vagyok, mert ötös kategóriai hurrikánként indult, majd négyes lett, és végül egyes kategóriás maradt. And I know that happened because of prayer. És azért, mert imádkoztunk. And I'm very grateful. És nagyon hálás vagyok. Yeah, there are 5.5 million people who have no electricity in Florida. 5 millió ember van, akiknek nincs most elektromos áramuk. But the electricity is working fine at my sister's houses. De az én nővéreim otthonában jól működik az elektromos áram. And I'm really áram. Happy for that. És ezért is nagyon örülök. Yeah. So anyway, so God answers prayer. Úgyhogy az Úr választ ad az imádságra. Jesus stood on the boat and said, "Peace be still." Az Úr Jézus a csónakon azt mondta, hogy legyen béke a tengeren. And he can still say to hurricanes, quiet down. És a hurrikánt is le tudja csendesíteni. And I think he did that. És én úgy gondolom, hogy ő ezt tette. I count what happened in Florida today as an answer to prayer. Én úgy veszem ezt, ami most történt Floridában, mint válasz az imádságra. And I'm grateful. És hálás vagyok. Because there's all sorts of things we can pray about. Mert olyan sok dolog van, amiért imádkozhatunk. And our prayers can really touch the nations. És a mi imádságaink igazán megérinthetik a nemzeteket. So tonight we did not have time to translate the presentation into Hungarian. Ma este nem volt idő lefordítani magyar nyelvre a prezentációt. And I apologize for that. És elnézést kérek ezért. I know some of you don't speak Hungarian to me, but you read English. Én tudom, hogy vannak közöttetek olyanok, akik habár nem beszélnek velem angolul, de tudnak olvasni. So if you can read this fine, and if you can't, that's fine too. Úgyhogy ha el tudjátok olvasni, akkor az jó. So don't feel like, well, you know, I couldn't read that, because listening to me is maybe more important. But I know when people see it and they listen to it, sometimes they remember more. De ne aggódjatok, hogyha nem tudjátok elolvasni, a lényeg úgyis az, amit mondok, hogy hallgassatok. De tudom azt, hogyha vannak olyanok, akik látják, és közben hallják is, sokkal jobban megjegyzik. So I'm going to start with prayer tonight. Úgyhogy kezdjük, imádsággal kezdem ma este. Thank you, Jesus, that you are the God who answers prayer. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te vagy az az Isten, aki válaszolsz az imádságra. Thank you, Jesus, you are able to stop storms and hurricanes. Köszönjük, Jézus, hogy te vagy az, aki képes vagy megállítani a viharokat és a hurrikánt. Thank you, Jesus, that you are able to supply our needs. Köszönjük, Jézus, hogy te gondoskodsz a szükségeinkről. Thank you, Jesus, that you heal us. Köszönjük, Jézus, hogy te vagy az, aki gyógyítasz. And you give us our jobs and our homes. És te adsz nekünk munkát és otthont. But more than that, even you said, ask of me and I will make the nations your inheritance. De még inkább az, hogy azt mondtad, hogy kérjünk, és te örökségül adod nekünk a nemzeteket. And we come tonight and we ask you, please teach us how to pray. És jövünk ma eléd, és arra kérünk, hogy taníts minket imádkozni. We believe, Lord, you are going to take this word and you're going to impart it into our hearts and our spirits. És kérünk arra, hogy tedd a mi, helyezd a mi szívünkre ezeket az igéket. And we believe you for that. És hiszünk, hogy ezt megteszed. In your name, Jesus. Az Úr Jézus nevében. Amen. 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 So last night we started with this verse where Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said, "Lord, teach us to pray." Tehát tegnap arról volt szó, hogy az Úr Jézus egy bizonyos helyen imádkozott, majd látták a tanítványai, és kérték őt arra, hogy Urunk, taníts minket imádkozni. So one thing I wanted you to understand last night is that. Az egyik dolog, amit szeretném, hogyha megértenénk, is that prayer is something that we can learn. Hogy az imádság egy olyan dolog, amit megtanulhatunk. And there are many ways of praying. És sok módja van az imádságnak.
Last night a man here told me a story. Múlt este egy férfi elmondott nekem egy történetet. He said there was a pastor who said to him. Azt mondta, hogy volt egy lelki pásztor, aki azt mondta neki. I would rather work an hour in my garden at when it's you know 30 degrees than to pray 1 hour. Hogy inkább dolgoznék a kertben, melegben, 30 fokban egy órát, mint hogy térdeimen ülnék egy órát. And for me, I would much rather pray 2 hours than work 1 hour in the garden. Én pedig inkább imádkoznék 2 órát, mint hogy 1 órát a kertben dolgozzak. But when I pray, I don't always kneel. De amikor imádkozok, nem mindig térdelek. Sometimes I sit with Jesus when I pray and I talk to him. Van, amikor ülök az Úr Jézussal és úgy beszélek vele. Sometimes I walk and talk to Jesus. Van, amikor sétálok és úgy beszélek Jézussal. And I think all of us know what it is to need to talk to Jesus immediately when there's a crisis. És tudjuk mindnyájan azt, amikor krízis van és érezzük, hogy beszélnünk kell Jézussal. Yeah, last November I was driving my car. Múlt novemberben éppen autót vezettem. And I was going from one freeway to another freeway. És amint az egyik fő útról mentem át a másikra. And there was just a little curb right there as I was doing that. És volt ott valami az úton, amikor az autópályán közlekedtem. And pretty soon I discovered, well, immediately I discovered my car was up in the air and it was turning around and it was hitting the dust and I said help. És egyszer csak azt vettem észre, hogy az autó megemelkedik a levegőbe, elkezd forogni, és azon vettem észre magam, hogy felkiáltok, hogy segítség. And then it flew over on the freeway. És átrepült az autópályán. Praise God, there were no cars. Hál' az Úrnak, hogy nem volt éppen ott autó. And I was in the right lane going the right direction. És éppen a megfelelő sávban, a megfelelő and irányban. And I just drove all the way home. Álltam meg, és tudtam folytatni az utat. But I prayed, didn't I? De imádkoztam. I mean, so prayer is not confined to being on our knees. A imádság tehát nem zárkózik arra, hogy a mi térdeinken you can pray as you garden. Lehet imádkozni a kertészkedés közben. I pray sometimes, I pray often when I drive my car. És én gyakran imádkozom, miközben autót vezetek. I'm going down the street and I see some young people at the bus stop. Járok az utcán és látok például fiatalokat. And I pray for them. A megállónál is imádkozok értük. I drive further and I go by a school. Majd pedig tovább vezetek és egy iskola mellett haladok el. And I pray for the school and for the teachers. Akkor imádkozok azért az iskoláért és a tanárokért. And so my life is continually, you know, I'm praying continually because as I'm going along, my life is just kind of absorbed in prayer. Tehát ahogyan élem az életemet, folyamatosan imádkozok, és így az életem át van itatva az imádsággal. And I think that's the way Jesus wants us to live. És én úgy gondolom, hogy Jézus úgy akarja, hogy így éljünk. So Jesus wanted the disciples to learn how to, the disciples wanted to pray as Jesus prayed. Tehát a tanítványok szerettek volna, úgy akartak imádkozni, hogy az Úr Jézus tette. So he gave them a model prayer. Úgyhogy adott nekik egy ima mintát. So you can look in your Bible at Luke chapter 11. We looked at verse 1 where it says, Lord teach us to pray, but we see how Jesus answered. Tehát nézhetjük a Bibliánkban Lukács 11. rész első versét, amikor a tanítványok megkérik az Úr Jézus, hogy taníts őket imádkozni, és akkor látjuk, hogyan válaszol. And I am not going to teach on this prayer, I'm just going to touch on this prayer. Én nem fogok most ezzel az imádsággal kapcsolatosan tanítani, hanem csupán érintjük ezt az imádságot. In my book I spend a whole chapter on that and it's called Learning the Language. A könyvemben egy egész fejezet szól erről, ami úgy szól, hogy a nyelv tanulása. So we have to learn how to pray as Jesus taught us to pray. Tehát a nyelvezett tanulás, és meg kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy az Úr Jézus imádkozott. Jesus did not give us this prayer so we will just memorize it and say it over and over. Jézus nem azért mondta el ezt az imádságot, hogy megjegyezzük, memorizáljuk és újra elmondjuk. But he wants in this prayer to teach us different ways of praying. Hanem az a célja, hogy megtanítson minket különböző módjára az imádságnak. If you want to pray with authority and power, you know, these different steps in the Lord's prayer teach us how to do that. Ha hatalommal szeretnél imádkozni, akkor itt vannak ezek a lépések, amit segítenek neked ebben.
So in Luke 11:2 he says, "Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Tehát a Lukács 11:2-ben azt látjuk, hogy amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. So prayer should begin with thanksgiving and with praise and with worship. Tehát az imádságnak hálaadással és imádattal kell indulnia. Worship is the entrance into prayer. Az imádat a belépés az imádságba. Then worship is something that I do not only when I'm in church, but I worship a lot at home too. Én nem csupán az imaházban imádom az Urat, hanem gyakran otthon is. In fact, most days when I get up in the morning, I spend, I don't know, 15 to 30 minutes just worshiping God. A legtöbb napon úgy kezdem, amikor fölkelek, hogy körülbelül 15 perc, 30 percet az Úr imádatával töltök. I just spend time just, you know, loving Jesus and letting him love me and, you know, sometimes singing songs and doing things like that. Azzal töltöm az időt, hogy szeretem az Úr Jézust, és átélem azt, ahogyan ő szeret. Énekelek neki énekeket, így töltöm az időt. I know how to do powerful intercession. Tudom azt, hogy hogyan kell erőteljesen közbenjárni. I know how to pray for the sick. I have done that. Én tettem azt is, hogy imádkoztam betegekért. And people have been healed of cancer. És vannak, akik meggyógyultak a rákos betegségből, és sok más dologból. So I know how to pray like that. Úgyhogy tudom, hogy hogyan kell ezt tenni. I begin with worship. De amikor elkezdem, akkor imádattal kezdem. We should all have a place where we worship God. Mindnyájunknak szüksége van olyan helyre, ahol imádjuk Istent. And then after we worship, the next thing he says is, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." A következő dolog pedig az, hogy a te akaratod legyen meg a földön úgy, mint a mennyben. And so after we begin with worship, we move into what I call kingdom prayer. És az imádat után pedig rátérünk a királyság imádságra, így hívom ezt. And when I do this, I often pray what it says in the book of Romans chapter 12, verse number 1. És ez azzal kapcsolatos, amit a római levélben látunk, 12 első versben. Where he says, you know, he asks us to present our bodies unto God as a living sacrifice, because he says, this is acceptable worship. This is what God wants. He wants us to ask him to be our Lord, our King, and he wants us to give ourselves to him. Ahol arról van szó, hogy adjuk oda a mi testünket, mint élő és szent áldozatul. Az Isten, az Úr azt akarja, hogy mi adjuk oda magunkat őneki. So often in the morning, at the end of that time of worship, I will just say, "Jesus, I give myself to you today." Úgyhogy gyakran a imádat után azt mondom, hogy Uram, én átadom neked magamat. I give my body. Átadom neked az én testemet. I give my soul. Átadom neked az I give én my lelkemet, emotions. Az én érzéseimet. I give my mind. Az én elmémet. I give my will. Az én akaratomat. I give my spirit unto you. Én lelkemet neked. All the parts of myself I bring under Christ's lordship. Az én szellememet, mindenemet a te uralmad alá helyezem. Because when I put myself under his lordship, I'm putting myself under his protection. Mert amikor az ő uralma alá helyezem magamat, akkor az ő védelme alá helyezem magamat. And then the enemy cannot get at me. És akkor az ellenség hozzám Because nem I'm férkőzhet. Under the protection of Jesus. Mert én az Úr Jézus oltalma alatt vagyok. So you cannot pray effectively until you have come into alignment with the kingdom of God and the purposes of God. Nem tudjuk addig imádkozni, amíg nem megyünk egységbe Istennel. And if you study this phrase, "Your kingdom come, your will be done," if you study it in the original language, you will see it's very interesting. Amikor az eredeti nyelven tanulmányuk ezeket a szavakat, hogy a te országod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg, akkor egy nagyon érdekes dolgot találunk. Because it is in the imperative tense, or it is a command. Mert ez egy parancs, felszólító módban van. And it's just saying, "Kingdom come."
Azt mondjuk, hogy az országot jöjjön el. Will of God be done. Az Úr akarata legyen meg. It's not saying if you want to do this Jesus, you can do this. Nem arról van szó, hogy hát ha akarod Jézus, akkor meg tudod tenni. Oh, if it is your will. Ha a te akaratod. No, it is a prayer of authority. Nem, ez egy tekintéllyel rendelkező it is mondat. A command. Egy parancs. It says kingdom come. Az ország jöjjön el. Will of God be done. Isten akarata legyen and meg. It says on earth. A földön. As it is in heaven. Úgy, ahogyan a mennyben. So when we think about what is going on in heaven. És amikor arra gondolunk, hogy mi történik a mennyben. There's worship. Imádat van. There's joy. Öröm. There's peace. Békesség. There's no suffering. Nincsen szenvedés. There's no pain. Nincsen fájdalom. And he wants that kingdom to come here to earth. És azt akarja, hogy ez a királyság jöjjön a földre. And he wants to bring it through us. És rajtunk keresztül akarja elhozni. Okay. So on the next point, I just want to talk about these elements in the Lord's prayer. Rendben, a második pontként ezekről az elemekről, a részleiről szeretnénk az imádságnak beszélni. So after he says that first verse, then the next verse of Luke 11, what is it, verse number 3, give us this day our daily bread. A Lukács 11:3-ban azt olvassuk, hogy mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. And that's, I call that simple prayer. Ezt úgy nevezem, mint egyszerű imádság, vagy mintaimádság. Every day we will need to pray. Minden nap imádkoznunk kell. We need his protection. Szükségünk van we a védelmére. Szükségünk van a gondviselésére. We need his guidance. Az ő vezetésére. We need him to solve problems. Apró problémákban. We need him to touch our bodies. Szükségünk van arra, hogy megérintse a testünket. Sometimes I need him when I lose my keys or my glasses. Szükségem van rá, amikor például elvesztem a szemüvegemet. Sometimes I need him when I need a good parking place because Los Angeles is very crowded like Budapest is. Vagy szükség van egy parkolóhelyre, mert Los Angeles elég zsúfolt, mint Budapest. And it's amazing how he takes care of these little things in our life. És olyan csodálatos, hogy ezekről az apró dolgokról is gondoskodik because az életünkben. He loves us. Mert szeret minket. And every day we will need to pray like this. És minden nap így kell imádkozzunk. This prayer is also sometimes called supplication. Van, hogy ezt egy közbejáró, vagy könyörgő imádságnak mondjuk. And Jesus invites us to pray like this. És az Úr Jézus arra hív minket, hogy így imádkozzunk. But this is not the only way Jesus wants us to pray. De Jézus nem ez az egyetlen módja, hogy ő szeretne, hogy mi imádkozzunk. Sometimes some people's prayer life all it is about I want this, I need this, solve this problem. It's all about what's going on in my life instead of asking God, what do you want me to pray? Sokaknak úgy néz ki az imádság, hogy Uram, ezt szeretném megted, azt szeretném megted, erre van szükségem, de nem arról szól, hogy nem szól arról is, hogy Uram, mit szeretnél, hogy miért imádkozzak. And we can pray these ways for our families, for our schools, for our needs, but prayer is more than that. Imádkozhatunk így a családunkért, az iskolánkért, de az imádság több ennél. And then in the next verse he says to forgive us our sins as we forgive those who have sinned or trespassed against us. A következő versben pedig az van, hogy és bocsáss meg nekünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenkinek, akik nékünk adósok. And I don't know about you, but for me it seems like I need to forgive somebody every day. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én minden nap úgy érzem, hogy valakinek meg kell bocsássak. We cannot permit that unforgiveness to build up in our life. Nem engedhetjük meg, hogy a megbocsátás elhanyagolása felépüljön, megerősödjön az életünkben. This is the only part of the Lord's prayer that he repeats at the end. I think it is the version that we find in Matthew chapter 6. But he repeats that in that prayer because he says, for if we do not forgive others, God cannot forgive us. Ez az egyetlen olyan gondolat, amit megismétel az Úr Jézus az imádságban, és azt Máténál olvassuk, hogyha mert ha ti nem bocsátotok meg, Isten sem bocsát meg nektek. So forgiving is so important. Úgyhogy a megbocsátás ennyire nagyon fontos. And these two things we do at the beginning of prayer. És ezeket az imádság elején tesszük. We ask God to cleanse our hearts. Megkérjük az Urat, hogy tisztítsa meg a mi szívünkben. We ask God to search our hearts. Megkérjük őt, hogy keresse és kutassa át a szívünkben. Mutassa meg nekünk, ha van-e ott a megbocsátás hiánya. And then we forgive. És utána bocsássunk meg. And I want to say
if we've been hurt very, very deeply. És szeretném azt mondani, hogyha nagyon megbántott minket valaki. Sometimes we have to forgive and keep on forgiving and keep on forgiving and keep on forgiving. Ilyenkor meg kell bocsássunk és meg kell bocsássunk és meg kell bocsássunk és meg kell bocsássunk. One time I was hurt very, very deeply. Egyszer nagyon, nagyon megbántottak. And every day I was saying I forgive. És mindig mondtam, hogy én megbocsátok. But the pain was still there. De még mindig ott volt a fájdalom. And I went and talked to a friend who was a Christian counselor. És akkor elmentem egy barátomhoz, aki egy lelki gondozó volt. And then he said to me that sometimes we have a wound because of, I'm not talking about a physical wound, we have a emotional wound because of what someone has done to us. És akkor azt mondta nekünk, hogy vannak ilyen sebek, nem fizikai, hanem érzelmi seb, amit az okozott, hogy valaki valamit tett ellenünk. And it is very deep. És ez nagyon mély lehet. So if I just fall down and I skin my hand and it's just kind of on my skin, it will heal quickly. Hogyha elesek és felsúrolom a kezemet, akkor az hamar meggyógyul. But I have had major surgery more than once in my life. De az életemben volt már néhány nagy műtétem. And I woke up the next day and I was not all healed. És másnap felkeltem, de nem voltam még meggyógyulva, hanem időbe kellett. In fact, it took about 3 months. Egyszer 3 hónapba. For that scar and that incision to be healed. Hogy az a seb meggyógyuljon. See, when we don't forgive, it causes infection to go into the wound. És látjátok azt, hogyha nem bocsátunk meg, akkor megengedjük azt, hogy a fertőzés elterjedjen a sebben. If you have surgery, the greatest risk is infection. Hogyha valakit megműtenek, akkor a legnagyobb kockázat a fertőzés veszélye. And when we don't forgive, that is spiritual and emotional infection. És hogyha nem bocsátunk meg, az egy lelki, szellemi, érzelmi fertőzés. And it begins to destroy our lives. És ez elkezdi elpusztítani az életünket. So that's why this is so important in the Lord's Prayer, forgive. Ezért olyan fontos az Úr imádságban a megbocsátás. And then he says, lead us not into temptation. Majd pedig arról van szó, hogy ne vezess minket kísértésbe. And I think this is the prayer in which he's teaching us how to overcome the enemy. És úgy gondolom, ez az a rész, ahol arra tanít minket, hogy hogyan győzzük le az ellenséget. That we overcome the enemy in prayer. Hogy imádságban győzünk az ellenség felett. We do it by through spiritual warfare. Lelki harcban tehetjük ezt. And as it says in another scripture, rebuke the enemy and he will flee from you. Egy másik helyen arról van szó, hogy fedjétek meg az ellenséget, és ő elmenekül tőletek. And we have the authority to do that. És erre van hatalmunk, tekintélyünk. Because we are the children of God. Mert mi Isten gyermekei vagyunk. Under the blood of Christ. És Krisztus vére van rajtunk. So as we begin to go deeper in prayer, we discover that prayer is not about us and ourselves and our wants and our needs. És ahogy elmélyedünk az imádságban, rájövünk, hogy ez nem mi rólunk szól, nem a mi szükségeinkről it's szól. More than just me. Többről szól, mint my csupán family, én, vagy az én családom. And even my city. És még az én városomnál But is it többről. Is about his world. Hanem ez az ő világáról and szól. And it is about becoming an instrument of bringing his kingdom and power and glory to the earth. És arról szól, hogy én eszköz legyek abban, hogy az ő dicsőségét és az ő hatalmát elhozzam a földre. So all true prayer moves from heaven to earth. És minden igazi imádság a mennyből a föld felé mozog. And I'm going to Janet and I are going to teach you ways to pray. Janet és én az imádság módjairól fogunk tanítani. So that you can bring your spirit and your soul more in harmony with heaven and with God's purposes and with God's spirit. Hogy ti a lelketeket és az életeteket még jobban harmóniába, egységbe hozhassátok Istennel. So, how do we know what is the will of God? Honnan tudjuk azt, hogy mi Isten akarata? How do we know to pray what God wants? Hogyan tudjuk azt, hogy hogyan imádkozzunk azzal kapcsolatosan, mit akar Isten? Can we know what is happening in heaven? Tudjuk-e azt, hogy mi történik a mennyben? Can we hear from God and pray his prayers? Hallhatunk-e Istenről, és imádkozhatjuk-e az ő imáit? And I began to learn this many years ago. Sok évvel ezelőtt kezdtem ezt el tanulni. When I was in Youth with a Mission. Amikor a Youth with a Mission szervezettel voltam. Give me a minute, I need to sit down now. So. Egy pillanatot kérek, le kell üljek.
bring the chair here if you can just adjust those for me. Yeah. So that's fine. All right. Because I joined youth with a mission because I like the way they pray. Azért csatlakoztam ehhez a misszióhoz, mert szerettem, ahogyan imádkoznak. Joy Dawson was especially one of my mentors. Ott az egyik vezető az én mentorom volt. And when I went to Japan, we started interceding every day. És amikor Japánban megérkeztünk, minden nap elkezdtünk közben járni. We would spend 1 to 2 hours every morning in prayer. Minden reggel 1 vagy 2 órát imádságban töltöttünk. Because we were in this country that is very resistant and hostile to Christianity. Mert ott voltunk ebben az országban, amely nagyon ellenálló és ellenséges volt a kereszténységgel and szemben. And we didn't speak the language. Nem beszéltük a nyelvüket. And we were not quite sure what God wanted for us. És nem voltunk biztosak abban, hogy Istennek mi az akarata velünk. I did feel when I went to Japan that God wanted me to teach English and Bible in a university. Én úgy éreztem, úgy gondoltam, hogy Istennek az az akarata, hogy a Bibliát és az angolt tanítsam ott egy egyetemen. Because I had read that in some universities, if you teach English, then they will let you teach a class in Bible. Mert úgy hallottam, hogyha az egyetemeken, néhány egyetemen megengedik, hogyha angolt tanítasz, akkor a Bibliából is legyen egy órád. So within about 6 weeks, God opened a door for me to teach at a college, but it was a Buddhist college. Úgyhogy egy 6 hét alatt megengedte az Úr, hogy tanítsak ott egy főiskolán, egy buddhista főiskolán. But let me tell you a secret, Buddhists need God too. De hadd mondjak el egy titkot, a buddhistáknak is szükségük van Istenre. About 20 years later I went back for a reunion and one of the alumni, the students, she gave this testimony to all of her classmates. 20 évvel később, amikor visszamentem, egy diák bizonyságot tett az évfolyam társai előtt. She said, when I went to Otani College, azt mondta, amikor jártam ebbe az Otani főiskolára, I was seeking God. Kerestem Istent. I was really searching for God. Igazán kerestem. And I wanted to go to the Christian University. És szerettem volna egy keresztény egyetemre menni. And I was not accepted at the Christian University. De nem vettek fel a keresztény egyetemre. She said I was only accepted at the Buddhist University. Csak a buddhista egyetemre vettek fel. And I couldn't understand it. És nem értettem meg ezt. If God wanted me to meet him, hogyha Isten azt akarja, hogy vele találkozzak. Why did he want me to go to a Buddhist university? Miért akarta ő azt, hogy egy buddhista egyetemre járjon? And then she told her classmates. És akkor elmondta az évfolyam társainak. And then I met Dr. Storms. És akkor találkoztam Dr. Storms-al. And that's why God wanted me to go. És ezt akarta Isten, hogy ide menjek. Because through my class in the Bible, she met Jesus. Mert a Bibliáról szóló órákon találkozott Jézussal. So sometimes things are not what we seem. Néha dolgok nem azok, amiknek látjuk őket. So in the beginning state for 6 months we met every morning and we prayed and we interceded. Kezdetben 6 hónapon keresztül találkoztunk és közben jártunk. We ask him, Lord, what is your plan for Japan and youth with a mission? Azt mondtuk, hogy Uram, mi a te terved Japánnal és a youth for a mission-nel? And so we began, so we named God gave us the names of 7 cities. Úgyhogy Isten megmutatta nekünk 7 város nevét. Some of the largest cities in Japan. A Japán egyik legnagyobb városai. And we prayed that each one of those would have a center for youth with a mission. És azért imádkoztunk, hogy mindegyik ilyen helyen legyen egy központja a Youth with a Mission-nek. And we prayed that there would be a school of discipleship. És azért is imádkoztunk, hogy legyen egy tanítványozó iskola. So I left Japan and I went back 20 years later. Úgyhogy elhagytam Japánt és 20 évvel később visszatértem. And my leader was there in Japan. És az én vezetőm még mindig Japánban volt. And he said so we just met for a quick lunch. Csak egy gyors ebédre találkoztunk. And he said, "Do you remember?" Azt mondta, hogy emlékszel?
That we prayed for all of these cities. Hogy mindezekért a városokért imádkoztunk. And so he said, yeah, we prayed for all these cities, and he said, I want you to know that six of those cities now have youth with a mission in it. Imádkoztunk ezért a hat városért, és hét városból hatban már van ilyen központ. And the seventh one we're doing an outreach on this summer. És most a hetedikben egy missziót csinálunk nyáron. So that's so amazing. All the places that we prayed for, that God opened all of those up. És olyan csodálatos, hogy azokért a városokért, amelyekért imádkoztunk, Isten megnyitotta előttünk. Because I think God showed us what was in heaven for Japan and for youth with a mission. Mert hiszem, hogy Isten megmutatta, hogy mi van a mennyben Japánnal kapcsolatosan és a Youth with a Mission szervezettel kapcsolatosan. So how do we begin praying God's prayers? Tehát hogyan kezdjük el Isten imádságait imádkozni? And so it begins by surrendering to the Lord and to the kingdom purposes of God. Azzal kezdődik, hogy megadjuk magunkat az Úrnak és az ő királyságának a céljai érdekében. Prayer is not just talking. Az imádság nem csupán beszéd. Prayer is also listening. Hanem az imádság hallgatás is. One of my sisters, she talks. Az egyik nővérem, ő csak beszél folyamatosan. And so when I get a call from her, I know I'm going to be very quiet. És tudom, hogy amikor felhív engem, akkor én nagyon csöndben leszek. She never gives me a chance to say anything. Nem nagyon hagy nekem alkalmat arra, hogy mondjak valamit. She just calls and talk. Hanem csak beszél. And 30 minutes later, 30 perccel később, she says goodbye and that's it. Azt mondja, hogy viszlát, és ennyi. And I think, we did not have a conversation. És én azon gondolkozok, hogy nem igazán volt beszélgetés. I just listened to her talk. Hanem csak hallgattam, hogy beszél. But I think sometimes that's how God feels about our prayers. De néha Isten így érez a mi imádságunkra. We just talk. Mert csak beszélünk. And we never listen. És sosem figyelünk rá. How are you going to know to pray what to pray if you don't listen? Sosem hallgatjuk őt. Hogyan tudnánk azt, hogy mit imádkozzunk, hogyha nem hallgatunk? We have to quiet our hearts. El kell csöndesítsük a mi szívünket. And we have to learn how to ask God questions. És tudnunk kell, meg kell tanuljuk azt, hogy hogyan tegyünk kéréseket Istennek fel. And after we ask questions, we have to learn what it is to wait on God. Ahhoz, hogy kérdezhessünk, meg kell tanuljuk, mit jelent az Úrra várni. So here are two statements on listening that I really like. Itt van két állítás a figyeléssel és a hallgatással kapcsolatosan, amit én nagyon szeretek. And the first one is by Soren Kierkegaard. Az első a Soren Kierkegaard. And he says a man prayed. Azt mondja, hogy egy férfi imádkozott. And at first he thought prayer was talking. És először arra gondolt, hogy a imádság beszél. But he came more and more quiet. De azután egyre inkább elcsendesedett. Until in the end he realized that prayer is listening. Amikor felfedezte azt, hogy az imádság hallgatás. We have to do both things. Mindkettőt tennünk kell. You cannot have a friendship if only one person is talking. Nem létezhet barátság akkor, ha csak olyan az egyik személy God beszél. God wants to be our friend. Isten a mi barátunk akar just lenni. Just like he was a friend of Abraham. Ugyan ő Ábrahám barátja volt. And then Henry Nouwen wrote these words. És Henry Nouwen írta a következőket. He said to gently push aside and silence the many voices that question. Ahogy könnyedén félre kell tolni és el kell hallgattatni azt a sok hangot, amely kérdező. And to trust that I will hear the voice of blessing, that demands real effort. A kérdező hangokat félretenni, és bízni azt, hogy én meghallom az áldás hangját. Nos, ez igazi erőfeszítést kíván. And today with cell phones, it's especially hard. És a mai időben a telefonokkal nagyon nehéz ez. In fact, recently I decided, I always try to practice the Sabbath. Én mindig próbáltam szabbatot tartani. That means that one day a week I set aside to be with the Lord, which of course is Sunday, but the whole day to be with the Lord. Hogy egy napot félretegyek az Úr számára, ami természetesen vasárnap, de úgy, hogy egyedül vele legyek. But of course, when you're with the Lord, you're also with your cell phone. De ugye, amikor az Úrral vagyunk, akkor a mi telefonunk is ott right? van. Ugye? And so
and so I said I recently decided that on Sundays or on my Sabbath I would turn off my cell phone. És azt döntöttem, hogy vasárnaponként az én szabbatomkor kikapcsolom a telefonomat. I want to say that is radical. Azt mondom, hogy ez egy radikális döntés. Because we think, oh, I can't live without it. Mert azt mondjuk, nem tudunk élni a telefonunk nélkül. And I want to suggest that when you start praying, és arra azt szeretném javasolni, hogy elkezdünk imádkozni. You either need to silence it or you need to turn it off. El kell némítanod a telefonodat, vagy ki kell kapcsoljad. Just think about this. Csak gondolj erre. If I was invited to a garden party with Queen Elizabeth II. Hogyha a második Erzsébet királynőnek egy partiára meghívnának engem. And I'm walking in the garden of Buckingham Palace. És ott sétálok a Buckinghami palota kertjében. And I'm eating the wonderful food. Ott eszem a finom ennivalót. And the queen comes up to me. Majd odajön hozzám a királynő. And it's interesting, the queen has to start the conversation. És ez érdekes, mert a királynőnek kell kezdeményezni a beszélgetést. No one can start a conversation with her. She has to start the conversation. Senki sem kezdeményezheti a beszélgetést vele, neki kell megkezdenie. See, sometimes in prayer we don't let God start the conversation. Látjátok, imádságban sokszor nem hagyjuk, hogy Isten kezdje a beszélgetést. But if she starts the conversation, azonban, hogyha ő kezdi, az a királynő and elkezdi, my phone, you know, makes it buzz. Elkezdi a beszélgetést, és akkor megszólal a telefonom, and I pick és it up, zörög, és fölveszem. I suppose the guards at Buckingham Palace are going to throw me out. Azt hiszem, jönnek a Buckinghami palota őrei, és kidobnak engem. That is such an insult. Mert olyan nagy sértés. Can you imagine when we meet with God, we're meeting with the King of Kings and the Lord of Lords? El tudjátok képzelni azt, hogy amikor az Úrral találkozunk, akkor a királyok királyával, az Urak urával találkozunk. Is Instagram or Skype or a message more important than what God wants to say to me? Fontosabb egy üzenet az Instagram vagy a Skype, mint az, amit az Úr akar nekem üzenni? I don't think so. Én ezt nem gondolom. What God says is eternal. Amit az Úr mond, az örökkévaló. We have to have that respect. És tiszteletben kell ezt tartsuk. And that honor. És őt kell tiszteljük. So how do we learn to sit? Hogyan tanuljuk meg azt, hogy tudjunk ülni? In the development of a child, sitting is an important developmental skill. A gyermek növekedésében az ülés egy nagyon fontos fejlődési készség. All children have to learn to sit. They have to learn to crawl. They have to learn to walk. Minden gyermeknek meg kell tanulniak, hogyan üljenek, hogyan sétáljanak. Each one of those is very important. Hogyan beszélnek. Minden egyes ilyen dolog nagyon fontos. Because they are developing different muscles. Mert különböző izmokat fejlesztenek ekkor. And so we have to learn how to sit with God. És meg kell így tanuljuk azt is, hogy hogyan üljünk az Úr előtt. And it's interesting to see what happened when Jesus told people to sit. És nagyon érdekes az, hogy mi történt, amikor az Úr Jézus tanította az embereket ülni. I'm not going to read it, but if you read these passages in Matthew 14 and Matthew 15. Most nem olvasom fel, de ha ti elolvassátok Máté 14 és 15-öt. Jesus is there with the multitudes who are so hungry. Ott van Jézus az sokasággal, akik nagyon megéheztek. And someone brought, you know, 5 loaves of bread and 2 fish. Valaki hozott 5 kenyeret és 2 halat. And he thought, oh, I can do a miracle with this. És arra gondolt, hogy ezzel tudok csodát tenni. But he said, I can't do a miracle until they sit down. De nem tehetek csodát addig, amíg le nem ülnek. He told them all to sit. Mindjárt azt mondta, hogy üljenek le. In both of these miracles, he told them to sit. És minden ilyen csodánál azt mondta, hogy and üljenek then he took le. The bread. És akkor vette a kenyeret. And he blessed it. Megáldotta. And he broke it. Megtörte. And he began filling baskets. És elkezdte megtörteni vele a kosarakat. I don't know where the baskets came from. Nem tudom, honnan jöttek ezek the a kosarak. Baskets also multiplied. A kosarak is sokasodtak. So we have to learn how to sit. Úgyhogy ott kell meg kell tanulnunk ülni. És venni a kenyeret, megáldani, és hogy odaadja nekünk. And we also see that in Luke 24. Ezt látjuk Lukács 24-ben is. Of the story on the road to Damascus. A damaszkuszi úton levő történetben. He went in with those two disciples. Elment azzal a két tanítvánnyal. Sorry, it was the road to Emmaushoz vezető útról van szó. The road to Emmaus.
But he sat with them and he broke the bread and they realized who he was. Leült velük, megtörte a kenyeret, és ekkor felfedezték, hogy kicsoda ő. Sitting and reading the word of God. Ülni és olvasni Isten igéjét. Letting the Holy Spirit bless it and break it. Hagyni, hogy a Szentlélek megáldja és megtörje, és felfedje előttünk a jelentést. So when people sat, amikor ültek az emberek, a miracle happened, egy csoda történt, and multitudes went home happy and satisfied. És a sokaság boldogan megelégedve tért and haza. There was plenty left over. És sok maradék is maradt. And some of us we run on empty all the time. Sokan olyan üresen járjuk az életet. We're tired. Fáradtak vagyunk. We're worn out. Kimerültek. We don't have any time. Nincsen időnk. We don't know what to do. Nem tudjuk mit tegyünk. And a lot of that is because we have not disciplined ourselves to sit with God. Ez sokszor azért van, mert nem tanítottuk meg magunkat, fegyelmeztük magunkat. And to listen to him. Üljünk és figyeljünk Istenre. This is so important. Ez ennyire fontos. Okay. So how do we learn this process? Hogyan tanulhatjuk meg ezt a folyamatot? And the first thing I want to say about prayer is we learn to pray by praying. Az első dolog, amit azt szeretnénk, hogy imádkozni, úgy tanulunk, hogyha imádkozunk. And one of the things I tried to tell you yesterday about this verse that when the disciples heard Jesus pray, they said, "Lord, teach us to pray." És az egyik dolog, amit tegnap el szerettem volna mondani, amikor látták a tanítványok az Úr Jézust imádkozni, mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Which says Jesus prayed with his disciples. Akkor azt mondja, hogy Jézus imádkozott a tanítványaival. One way to teach new believers to pray is to pray with them. Az, hogy megtanítsunk friss megtérteket imádkozni, úgy lehetséges, hogyha velük imádkozunk. Úgy tanulnak imádkozni, hogyha veled imádkoznak. You cannot take them any deeper in prayer than you are in prayer. Nem viheted őket mélyebbre az imádságban, mint amennyire mélyen te tartózkodsz. And that's why when I was at King's University, I started a intercessory prayer group. Amikor oda kerültem a King's University-be, akkor elindítottam egy közbenjáró imácsoportot. And I did that 7 years. Ezt 7 évig folytattam. And sometimes we had a few and sometimes we had many. Néhányszor kevesebb, néhányszor több diák jött. But I felt if I could get them to pray with me. De arra gondoltam, hogyha rá tudom venni arra, hogy velem imádkozzanak, akkor megtanulnak imádkozni. And yesterday Janet talked about the importance of a prayer partner. Janet tegnap arról beszélt, hogy milyen fontos legyen egy imapartner, aki velünk imádkozik. So the path toward listening is hard. Tehát az út arra, hogy hallgassunk, nagyon nehéz. Now, a lot of times when we get down to pray, sokanszor, amikor leborulunk imádkozni, we may think about, oh, I have to go shopping today. Lehet, hogy eszünkbe jut, hogy jaj, el kell menjünk bevásárolni. Oh, did I leave something on the stove cooking? Jaj, vajon ott hagytam valamit a gázon főni? Oh, we may think, oh, the dog's barking, he needs to come inside. Vagy a kutya ugat, be kell jönnie. Or we begin thinking about everything that we have to do. És sok minden eszünkbe jut, amit tennünk kell. So the beginning step is to learn how to quiet ourselves. Tehát az kezdeti lépés az, hogy megtanuljuk azt, hogyan tudjuk magunkat lecsendesíteni. This quietness starts inside. Hogy egy csendesség legyen bent. And it starts by us making a decision. Azzal kezdődik, hogy egy döntést hozunk. It says, I have come here to be with you, Jesus. Azért jöttem most, hogy veled legyek, Jézus. I have come to talk with you. Azért jöttem, hogy veled beszéljek. I have come to listen to you. Hogy hallgassak rád. And so right now, I quiet my heart and my mind and my spirit before you. Úgyhogy most előtted elcsendesítem az én elmémet és a szín szívemet. Now, in addition to quieting your own heart, you also have to quiet your mind from anything that the enemy wants to bring into your mind. Elménk elcsendesítéshez hozzátartozik az is, hogy elcsendesítsünk mindent olyat, amit az ellenség eszünkbe akar juttatni. Because sometimes, yes, when we go to pray, there's that kind of anxiety, there's that worry, that there's that stress that comes into our mind. Mert gyakran, amikor elkezdünk imádkozni, akkor egy stressz jön az elménkre, izgalom és aggódás. But sometimes there's also confusion. Néha összezavarodottság. And any of these things can be from the enemy. És mindegyik ilyen dolog jöhet az ellenségtől. I am convinced there are two things the enemy really fights. Én meg vagyok győződve arra, hogy az ellenség két dolog ellen nagyon harcol. Prayer. Az imádság ellen harcol. Whether it's a prayer meeting,
Lehet az egy ima alkalom. Or as our personal prayer time. Vagy a mi személyes ima alkalom. He fights prayer. Ő harcol az imádság ellen. He does not want us to pray. Nem akarja, hogy imádkozzunk. When I lived in Africa, we decided to start an intercessory prayer group for Zambia. Amikor Afrikában voltam, elhatároztuk, hogy létrehozunk egy közbenjáró imácscsoportot Zambiáért. And we decided to do this every Tuesday. És úgy döntöttünk, hogy minden kedden ezt fogjuk tenni. And there were only about four or five of us who met to do this. És körülbelül négyen vagy öten voltunk csak, akik gyülekeztünk, hogy ezt tegyük. But all of a sudden I started to get very wonderful invitations to go out and eat. De néha egyszer csak nagyon csodálatos meghívókat kaptam ebédekre. I got a call from the consul general of the American embassy. Please come to my house and eat on Tuesday. Amerikai nagykövetség vezetőjétől is kaptam egy meghívást, hogy gyere el az otthonomba és egyél velem. I had to say no, I can't. I have an appointment to pray. Azt kellett mondjam, hogy nem tehetem meg, mert ima beosztásom van. And then I got a call, yeah, from some Southern Baptist missionaries. Majd egy déli baptista missionáriustól kaptam hívást. Why don't you come to our house and have dinner with us? Akik hívtak, hogy miért nem jössz át hozzánk és se vacsorázunk. Guess when it was. Tudjátok, mikor volt? On Tuesday. Kedden. I had to say no. Azt kellett mondjam, hogy nem. That was hard. Nehéz volt. And then, so we're meeting on Tuesday, and all of a sudden the telephone starts ringing. Okay, itt vagyunk kedden, és találkoztunk, és egyszer csak csörög a telefon. Am I going to answer the phone or am I going to ignore it? Válaszoljak a hívásra, vagy inkább hagyjam figyelem nélkül. I had to decide to ignore it. El kellett döntsem, hogy nem veszem fel. Because we had come to pray. Mert imádkozni jöttünk össze. But I am convinced that it is the enemy. De meg vagyok győződve arról, hogy ezt az ellenség végezte. It was the enemy that I got all the wonderful invitations. Az ellenség munkája volt az, hogy ilyen csodálatos meghívásokat kaptam. It was the enemy that the phone would just start ringing and ringing. Az ellenség munkája volt az, hogy a telefon egyszer csak csörgött állandóan. Because the enemy does not like it when we pray. Mert az ellenség nem szereti, ha mi imádkozunk. And of course the other thing that he doesn't, there's another thing he doesn't like. Van még egy dolog, amit nem szeret. He doesn't like it when we go to church on Sunday morning. Nem szereti, hogyha vasárnap reggel elmegyünk imaházba. I know none of you have this problem. Tudom, hogy sokaknak van ilyen problémája. But it's so amazing. De ez olyan csodálatos. You know, 5 days a week, the children can all get up on time, they can eat their breakfast, they can go out the door, and everything is wonderful. Mind a 7-5 napján a gyermekek föl tudnak kelni, megeszik a reggeliet, és minden olyan rendben megy. But on megy. Sunday morning, it seems like the kids get up and they begin fighting, and this is wrong and that is wrong, and people when they come to church sometimes they're grumpy. És de vasárnap reggel a gyermekek elkezdenek egymással veszekedni, ezzel van baj, azzal van baj, és sokan, akik vasárnap megérkeznek, olyan morcosak. Maybe that doesn't happen to you. Lehet, hogy nálatok ez nem történik but, meg. You know, I know that happens to many people. De tudom, hogy ez sokaknál így van. Why? Miért van Because ez? The enemy doesn't like it. Azért, mert az ellenség nem szereti. So we just have to learn how to break through those things by quieting the enemy. És meg kell tanuljuk azt, hogy ezeket áttörjük azzal, hogy lecsendesítjük az ellenséget. Sometimes when I quiet my heart, then I need to just say, an enemy, I say to you that you are not going to cause confusion, frustration, stress, and anxiety that will keep me from praying God's prayers. És úgy tudom elcsendesíteni gyakran magamat, hogy azt mondom, hogy ellenség, nem tudsz győzni rajtam, nem tudsz engem elterelni, nem tudsz engem összezavarni ahhoz, hogy imádkozzak. And then we invite the Holy Spirit to come and give us God's prayers. Majd pedig hívjuk, hogy a Szent Lélek adja nekünk Isten imádságait. We quiet our hearts. És csendesítse el a mi szívünket. And then we wait in quietness. Majd pedig csendben várakozunk. And we believe that we will hear from Him. És hisszük, hogy hallani fogunk felőle. So I want to, we'll have a small break after we do this exercise, but one of the best exercises I know for quieting my heart is this exercise that's called hands up and hands down. Most egy gyakorlatot fogunk végezni, ami után szünetet tartunk, de egy olyan gyakorlatról fogunk venni, ami nagyon alkalmas a önmagunk elcsendesítésére, amit úgy neveznek, hogy kezeket fel, majd kezeket le. And sometimes at night, when I've had a very busy day, and I want to just, you know, worship and be quiet before I go to sleep, but my mind is so busy. Egy nagyon elfoglalt nap után, amikor este szeretném elcsendesedni,
nem megy, mert az agyam olyan foglalt és zsúfolt állandóan. Or sometimes when I'm trying to come into the courts of prayer. És van sokszor, amikor szeretnék az ima tróntermébe belépni. And again, my mind is so busy. És olyan zsúfolt az én elmém. I just learned how to pray this prayer. És akkor tanultam meg, hogy imádkozzam ezt az And so because I've taught on prayer. És mivel tanítottam már imádkozni. Often when I teach on prayer, my students also have to keep a journal. Amikor imádkozást tanítok, a diákoknak naplót kell vezetni. So I will give them this assignment for a week to 2 weeks. És adok nekik egy ilyen feladatot, egy vagy két hétig tart. And that is that they are to do this every day for 2 weeks. Ezt minden nap véghez kell vigyenék két And they are hétig. To write in their journal. És írniuk kell a naplót. And then, of course, we discuss that when we have class. Majd pedig ezt megbeszéljük, amikor óránk van. But so many of them said, "Oh, that works so wonderful." És sokan azt mondták, hogy ez olyan jót tett. So this doesn't take us very long. Úgyhogy nem tart ez soká. So the first thing is that we just come into God's presence. Az első dolog az, hogy jövünk az Úr jelenlétébe. And as we're sitting quietly with Jesus. És ahogy itt ülünk csöndben Jézussal. We just put out our hands. Föltesszük a mi kezeinket. And we close our eyes. Becsukjuk a mi szemünket. And we can say something like this. És akkor mondunk valamit. I've come into your presence, Jesus. Uram, Jézus, jövök a te jelenlétedbe. I love to be with you. Én szeretek veled lenni. And I believe that when I pray. És hiszem azt, amikor imádkozom. Come close to me. Te közel jössz hozzám. So right now I just believe Jesus that you are here with me. Most Jézus, hiszem azt, hogy itt vagy velem. Then as you keep your hands open. És ahogy így nyitva tartjuk a kezeinket. Then you begin to put into your hands. Akkor elkezdi a kezünkbe tenni. Your worries. Kezünkbe kezdjük tenni az aggodalmainkat. Your problems. A problémáinkat. Your burdens. A nehézségeinket, terheinket. And you begin to say Lord, I don't have a job. És ezután, amikor ezt a kezünkbe tettük, azt mondta, Uram, nincsen munkám. I don't have the money to pay my rent. Uram, nincsen pénzem arra, hogy megfizessem I don't know what I'm going lakbért. To do. Nem tudom, hogy mit tegyek. So I just open my hands. Úgyhogy, Uram, csak kitárom a kezemet. In my hands I put that problem. És az én kezeimbe teszem ezeket a I put problémákat. My children in your hands. Az én gyermekeimet a te kezeidbe teszem. And of course you can name these children and what the problems are. És akkor megnevezhetjük a gyermekeket és Is you put it into your hands. De bármi is ez, tedd a kezeidbe. And after you have done that, majd mikor ezt megtettük, you say, now Lord, I'm giving these to you. Akkor azt mondjuk, hogy Uram, most ezt neked adom. And you put your hands down. És akkor lefordítjuk a kezeinket. And you release it into God's hands. Elengeded az Isten kezébe. And then you turn your hands back over. Majd pedig ismét visszafordítod fölfelé a kezeidet. And you say, now I receive your peace. És azt mondod, Uram, én most elfogadom a te now békességedet. Uram, én most fogadom azt Now a munkát. I receive blessings for my children. Uram, én most elfogadom az áldás Now gyermekeimben. I receive rest. Most elfogadom a békességet. Now I receive faith. Most a hitet. If you put into his hands fear, hogy tegyük le a kezébe a félelmet, és akkor a hitet kapjuk you put tőle. Into his hands anxiety and worry, hogyha az aggodalmat is you put tesszük, into, you receive from him rest. Akkor a békességet kapjuk Because tőle. The kingdom of God is opposite to the kingdom of darkness. Azért, mert Isten királysága ellentétben so van a sötétség hatalmával. Him, és amikor ezeket átengedjük neki, akkor megkapjuk tőle az ellentétjét. And then after that you just stay quiet with him for a few minutes. Ezután pedig csöndben vagy vele And néhány you say, percig. Thank you, Jesus, for being here with me today. Azt mondod, hogy köszönöm Jézus, hogy itt vagy velem And then sometimes then I continue on in prayer. És van, amikor ilyenkor folytatom imádságban. Okay. So I want us to try this tonight. És szeretném, ha most megpróbálnánk ezt ma este. Have any of you ever done this before? Tettetek már ilyet ezelőtt? Well, Janet does because she's done this with me before. Hát Janet igen, mert ő már velem ezt tette. But I want all of us to do this, okay? De szeretném, ha most minnyáján tennénk. Okay. So I want everyone to put your hands like this. Szeretném, hogyha így tennénk most a kezeinket. Yes, don't be afraid to do this. Ne féljetek tőle. Isn't it true that we say in the Bible when two or three gather together, Jesus is in the midst of us? Nem igaz az, amit olvasunk a Bibliában, hogy a ketten vagy hárman összegyűlnek, Jézus ott van közöttük. We have gathered here tonight because we have come to meet with Jesus, so here he is with us. Összegyűltünk ma este, és hiszük, hogy itt van velünk Jézus. So then
I'm just going to begin the prayer, and then after I have prayed, you put into your hands the things God gives you to pray for, release them into the hands of Jesus, and receive back from him. So we will just pray quietly or silently. This exercise will take us about maybe 4 minutes or something like that. It won't be too long, but we're going to quiet our hearts before God. Tehát tegyük most ezeket a dolgokat a kezeinkben, majd engedjük át az Úrnak, és majd pedig fordítsuk vissza, és fogadjuk el tőle, amit ő ad nekünk, a megoldás az ellentétjét. Majd pedig így csöndben leszünk, körülbelül 4 percig. So Lord Jesus, I believe you are here now. Úr Jézus, hiszem, hogy itt vagy. We have invited you to this place. Meghívtunk téged erre a we helyre. We want to learn from you. Akarunk tőled tanulni. And we want to listen to you. Akarunk tőled terát hallgatni. We want to release to you these things that are deeply troubling us. Szeretnénk átadni neked ezeket a dolgokat, amik olyan mélyen zavarnak minket. We believe you want to carry our burdens. Szeretnénk, ha te hordoznád a mi nehézség terhünket. So now just put your burdens or your cares there. Release them to him and receive back from him. We will just be quiet in prayer right now. Akkor most csendben leszünk imádságban, tegyük a mi kezünkbe, és adjuk át az Úrnak ezeket a dolgokat, amiket megnevezünk. Yes, Jesus. Igen, Jézus. Now Jesus, we thank you for hearing us. Jézus, köszönjük azt, hogy te meghallgatsz minket. For taking these things. Hogy te átveszed ezeket a dolgokat. We declare they are yours now. Megvalljuk, hogy ezek a tiéd. We receive your peace. És átvesszük a te békességedet, a te szabadságodat. Your rest. A te békességedet. Your healing. A te gyógyításodat. Your strength. A te erődet. Your joy. A te örömödet. Your forgiveness. A te megbocsátásodat. We receive these things. Átvesszük tőled ezeket a dolgokat. And many more. És sok minden mást. In your name, Jesus. A te nevedben, Jézus. Amen. 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 So that is the first part of my teaching tonight. Ez tehát az első része a ma esti tanításomnak. And this exercise is also found in my book. I have one chapter on entering into intimacy, and I have this, and I have some things about even contemplative prayer, contemplative intercession, listening to God, and some other things like that. Tehát benne van ez a gyakorlat is a könyvemben, de van más is, van egy fejezet is erről, meg van imádság, elmérkedő imádságról is az könyvben. And I would, Pastor Barnabas or Ani or you know someone else, I gave you a copy of my book, but if you want to copy anything out of that and teach from it, you're more than welcome to do that. Adtam egy másolatot. You have my permission. Egy példányt Barnabásnak a könyvből, és talán másnak is. De hogyha szeretnétek tanítani ebből a könyvből, vagy kimásolni belőle valamit, megvan rá az engedélyet. Engedélyt adok rá, nyugodtan tegyétek. Okay.
So now we're going to stand up and stretch a little bit. I'm going to continue to teach until 8, and then tomorrow night Janet is going to teach the entire evening. Okay, akkor most egy kicsit álljunk föl, nyújtózzunk, majd pedig 8-ig majd még folytatjuk a tanítást. Holnap pedig Janet stretch. Folytatja. Yeah. Nyújtózzunk egyet. Shake someone's hand. Rázd meg valaki kezébe, és mondjátok, hogy örülök, hogy itt vagy. So, how did you like what we did? How did you like what we did? Mit gondoltok arról, amit tettünk, csináltunk? Did you feel that God took something from you? Éreztétek azt, hogy Isten elvett tőletek valamit? Yes. Do you have His peace? Van-e az ő békessége? Yes. Amen. Are you learning anything? I hope so. Remélem, sikerült tanulni valamit. Yes. Jó. All right. Now rendben. I'm going to continue this, but I'm going to go in a little different direction. Most folytatjuk, de egy kicsit másik irányban. Because prayer is really amazing. Mert az imádság olyan csodálatos. I already mentioned how I think it was so amazing to Janet and I today, because yesterday we prayed about Hurricane Irma, and then to just look at the way that hurricane changed and was downgraded, I mean, to me that was such an amazing answer to prayer. Mert az, ahogyan tegnap Janet és én imádkoztunk a hurrikán miatt, és ahogy láttuk azt, hogy a hurrikán lefokozódott, ez számunkra olyan csodálatos. And we know it wasn't just Janet and I praying, but there were many others, but the thing is, I am sure that the outcome was what it was because of prayer. Tudom, hogy nem csak Janet és én imádkoztunk, hanem sokan, de hiszem és tudom, hogy ez azért van, mert az ima eredménye. So we're going to continue here talking about prayer. Úgyhogy most folytatjuk azt, hogy az imádságról beszélünk. So these are some of the things that we touched on in the first session. Tehát ezek olyan dolgok, amikről az első alkalommal beszéltünk. And we see all of these elements in the Lord's Prayer. Majd látjuk ezeket az elemeket az Úri imádságban. Az imádatról szóló imádság. Prayer is about aligning ourselves with the kingdom of God and with His will. Tehát az imádság imádatról, meg arról is szól, hogy egységbe hozzuk magunkat Istennel és az ő akaratával, az ő országával. Az ima arról is szól, hogy megtisztulunk és megbocsátunk. Az imádság egyszerű imádságról is szól, a könyörgésről. Az imádság közbenjárásról praying is szól. For másokért való imádság. And then there's other kinds of prayer, such as warfare prayer. Vannak más imádságok is, például which has to do with bringing Christ victory and freedom into the lives of others and into the lives of cities and places. Amikor Isten győzelmét, az Úr Jézus győzelmét hozzuk a városokba, országokba. Let's see if, where I should be. Let me see if I can. Nézzük, hogy működik. Okay, so Augustine wrote, true whole prayer is nothing but love. Augustine azt írta, hogy az igazi teljes imádság az nem szól másról, hanem szeretetről. So in this first part I talked about intimacy. Az első részben az intimitásról, but out of intimacy comes authority. Beszéltünk, de ebből az intimitásból származik a tekintély. If we want to experience the power of God and the authority of Christ, we have to be intimate with Him. Hogyha szeretnénk megtapasztalni Krisztus erejét, hatalmát, akkor közel kell hozzá menjünk. But prayer is not just about getting into a little corner with a group of people and praying about ourselves. No, it's praying about the larger world. It's praying about larger things. Az imádság nem csak arról szól, hogy bekunkorodunk egy kis sarokba és ott imádkozunk, hanem nagy dolgokért is ról is szól az imádság. Because prayer is also a call to partner with God. Mert az imádság arról is szól, hogy van egy hívásunk arra, hogy partnerei legyünk Istennek, hogy tegyük azt, amit ő tesz. And to stand in the gap for others. Hogy odaálljunk a résre mások érdekében. Okay. So one time I was praying with someone, with a group of young people, and as I was praying for this one girl, I felt that the Lord was saying to me, He was giving her a gift of intercession.
Amikor egyszer imádkoztam egy csapattal, és ott volt egy lány, és úgy éreztem, hogy Isten egy ajándékot ad, a közbenjárás ajándékát. But then I saw something like this. És akkor láttam valami ilyesmit. I saw that there was this scale. Láttam egy mérleget. And on one side is intimacy and worship, our praise and our worship life. És az egyik felén ott van az a mi intimitásunk és az imádatunk. But on the other side is intercession and partnering with God. A másik részén ott a közbenjárás és hogy a partner kapcsolat Istennel. Because I have done a lot of intercession in my life. És abból fakadóan, hogy már sokszor közben jártam az életem során. As I mentioned, being in Japan and we did that intense intercession for 6 months. Említettem azt, amikor ott voltunk Japánban, 6 hónapon keresztül intenzíven közben jártunk. As that ministry was being founded. Amikor megalakult az ottani szolgálat. And at the end of that 6 month period of time. És ezután a 6 hónapnyi időszak után. When I went out to Hawaii. Elmentem Hawaii-ba. To get a visa. Hogy vízumot kapjak. Is that my phone? Maybe. Check to see if it is, so I can turn it off. I apologize. No one ever calls me. No. It's on the outside. No one ever calls me. Oh, it's an alarm. Okay, thank you. I don't know what that's about. Nem tudom, hogy miért volt. Maybe that was supposed to be my morning get-up time alarm. Lehet, hogy ez az ébresztő. I don't know. Nem tudom. But when I after that, just day after day after day of very intense worship, and I left Japan and I went to Hawaii to get a visa, I discovered I was very exhausted. I was burned out. Amikor eltelt ez az időszak, nagyon intenzív imádság és közbenjárás és imádat után, amikor elmentem Hawaii-ra, észrevettem, hogy nagyon ki vagyok merülve, kiégtem. And it was through that experience that I learned 2 or 3 things. És ebből a tapasztalatból megtanultam egymást. One is that I need a Sabbath every week. Az egyik, hogy megtanultam, hogy szükségem van egy szabbat napra minden héten. That's the way God created it. He said 7 days and one is a Sabbath. Mert Isten így teremtett minket. Ott van a 7 nap, abból az egyik szabbat, pihenő nap. In the Enlightenment, during the time of Voltaire in France. Voltaire idejében Franciaországban a felvilágosodás időszakában. France decided, oh, we don't need a week that is 7 days long. Franciaország kitalálta, hogy nincs szükségünk olyan hétre, amely 7 nap hosszú. We will create a work week that is 10 days long. Készítünk egy olyan munkahetet, amely 10 napból áll. So every you know, after 9 days, then people can have a day off. Úgyhogy 9 napig dolgoznak, majd lehet egy szabad nap. What happened is the whole society began to break down. Mi történt? Az történt, hogy az egész társadalom elkezdett felbomlani. Betegek lettek az emberek, nem tudtak dolgozni. Because God created us to have a day of rest every seventh day. Mert Isten úgy alkotott minket, hogy legyen egy pihenő napunk minden 7 napban. So France had to go back to a week that is 7 days. Úgyhogy Franciaországnak vissza kellett állnia arra rendszerre, amikor 7 napból áll a hét. Because God created it that way. Mert Isten így alkotta meg az embert. So one of the things he said to me is you didn't take a Sabbath for 6 months. Az egyik dolog, amire tanított Isten, hogy nem vettél szabad napot. The other thing he began to show me is that we have to balance intercession with worship. A másik dolog az, hogy egyensúlyt kell képezzünk a közbenjárás és az imádat között. Intercession can be very, very heavy. A közbenjárás nagyon nehéz lehet. And at times almost depressing. Nagyon leterhelő, egészen ilyen. So we have to have joy to balance that. Szellemileg leterhelő. The joy of the Lord is our strength. És egyensúlyt kell képezzünk, hogy ott legyen az Úr öröme, mert az Úr öröme, hogy erőljön. Exuberantly and full of life. Imádni kell őt, tudnunk kell őt imádni, élettel teljen. And I find the Holy Spirit really helps me with this. És úgy találtam, hogy a Szentlélek különösen segít ebben. So I talked earlier about intimacy.
intimacy and about worship. Úgyhogy tanítottunk eddig, tanítottam but eddig now a, I'm going to go on and a közelségről talk about, és a, az imádatról. And I'm going to talk about intercession. Most pedig a közbenjárásról fogunk tanulni. Not only are we called to be intimate and to have a deep relationship with God, but we are called to partner with God. Nem csupán arra van elhívásunk, hogy közel legyünk Istenhez, hanem azért is, hogy vele partnerként dolgozzunk. I think Genesis 1:28 is one of the most important verses in all of Scripture. Azt hiszem, hogy a 1 Mózes 1:28 az egyik legfontosabb igehely. Because it reveals God's purpose in creating us. Mert megmondja azt, hogy miért alkotott minket Isten. So it says God blessed them. Tehát 1 Mózes 1:28 azt mondta, és and he said to them, be fruitful and multiply. Szaporodjatok és fill the earth and subdue it. És töltsétek be a földet. Have dominion over the fish of the sea, the birds, and every living thing. És hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön. Now there is a big sermon right there, right in that one little verse. There's 45 minutes of teaching. Van ebben egy 45 percnyi prédikáció, tanítás ebben a versben. But it says God created us with four purposes, five purposes. Arról van szó, hogy négy célból alkotott minket Isten. He created us to bless us. Azért alkotott minket, hogy megáldjon minket. He doesn't curse any of us. Nem átkoz meg he blesses sem, us. Hanem megáld minket. The second thing it says a második is that he said, be mondja, fruitful. Hogy legyetek gyümölcstermők. He wants us to prosper, to have favor. Azt akarja, hogy jó létünk legyen, hogy jó dolgunk legyen. And then multiply. És hogy sokasodjanak. Not just he doesn't want this church to just be filled with you every Sunday. He wants to add more to you. He wants to multiply you. Nem akarja, hogy csupán azok legyenek itt a gyülekezetben, akik itt vannak. Ő azt akarja, hogy növekedjen a gyülekezet számban is. And then it says, fill the earth. Azt mondja, hogy töltsétek be az egész földet. From the very first word that God said to man, missions is in his heart. Az első szavakban, amit mondott az Úr az embernek, benne van az a misszió, mi fill ott van az ő the szívében. Earth with the glory of God. Töltsétek be a földet az ő dicsőségével. And then he says something very strange, it's subdue it. Majd pedig mond egy nagyon érdekes dolgot, az, hogy hajtsátok uralmatok alá. When I was reading this verse and meditating on it, I thought this is very strange. Amikor ezen gondolkoztam, nekem nagyon különös. Here is Adam and Eve, and they're in a perfect garden, a perfect environment. Ott van Ádám és Éva egy tökéletes környezetben, egy tökéletes kertben. There's no sin or evil on the earth. Nincsen bűn vagy gonoszság a földön. And he says, subdue it. Azt mondja, hogy hajtsátok birodalmatokba. What is there to subdue? Mit jelent ez? So subdue it means spiritual warfare. Az, hogy hatalmunk alá keríteni, ez egy lelki harc. That temptation in the garden involved spiritual warfare. A kertben az a kísértés, az egy lelki harc volt. And we know that Eve, instead of subduing it, she gave into it. Tudjuk azt, hogy Éva, ahelyett, hogy uralma alá kerítette volna a dolgot, megadta magát. All of us have temptations. Minnyájunknak vannak kísértései. Because you are tempted, that's not a sin. Az, hogy még ott a kísértés, az giving nem bűn. Into the temptation is. Megadni magunkat a kísértésnek, az because bűn. We have the power and authority to subdue evil. Mert megvan a mi erőnk és a hatalmunk arra, hogy legyőzzük the enemy a gonoszt. Come and control us and oppress us. Nem kell az, hogy jöjjön az ellenség és elnyomjon minket. And then the last thing he says, you have dominion or rulership. Majd pedig azt, hogy uralkodjatok. So in prayer, in partnering with God, we begin to establish God's rulership. Tehát az imádságban elkezdjük megalapozni Isten uralmát. And there are many kinds of intercession. Ott van még sokféle közbenjárásnak a módja. I have to hurry in this one. Kicsit sietni kell. Okay, 1 Timothy chapter 2, verse 1 gives us four words for prayer. 1 Timóteus 2:1-ben négy szót találunk az imádsággal kapcsolatosan. And the first word is supplication. Az első az a könyörgés. And in Greek this means want or entreaty, petition. A görögben ez azt jelenti, hogy akarni. It's used 18 times. 18 esetben látjuk kérés. The second word is proskuche. A következő szó az a prosz
Kyuche. Yes, that refers to prayer, worship, the place of prayer. Ez imádságról szól, imádatról, az imádság helyéről. And the next word is intercessions. A következő pedig közbenjárások. Now it's very interesting in the New Testament the word intercession is only found 4 times. Nagyon érdekes, hogy az Új Szövetségben a közbenjárás csak 4-szer található. It's found many times in the Old Testament. Az Old Szövetségben sok helyen található. And two of the times is how the Holy Spirit intercedes for us. Az egyik hely, amit látunk, az arról szól, hogy a Szentlélek jár közben értünk. One time is Jesus at the right hand of the Father interceding for us. Egy másik helyen Jézus az Atya mellett jár közben értünk. And then here one form of prayer is intercession. Majd pedig itt az imádság egyik formája a közbenjárás. Now this is really wonderful when you think about it. Ez egy nagyon csodálatos dolog, hogyha elgondolod. The ministry of the Holy Spirit is intercession. A Szentlélek egyik munkája az a közbenjárás. The ministry of Jesus is intercession. Az Úr Jézus szolgálata felénk az, hogy közben jár. So he invites us to share his ministry. Tehát arra hív minket, hogy osztozzunk az ő munkájában. Jesus' earthly ministry was only for 3 years. Az Úr Jézus földi szolgálata csupán 3 évig tartott. He lived 33 years on earth, but 3 years was his primary ministry. 33 évig élt a földön, és abból 3 év volt az ő szolgálata. But think about this for 2,000 years. De gondolkozzunk azon, hogy 2000 éven át. He has been engaging in the ministry of intercession. Ő folyamatosan a közbenjárás szolgálatában munkálkodott, és arra hív minket, hogy gyertek, csatlakozzatok. I want you to join that. That wonderful circle of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gyertek és csatlakozzatok ez a csodálatos körhöz, az Atyához, a Fiúhoz és a Szent. I want to give you my prayers. Szeretném nektek adni az én imádságaimat. Szeretnélek titeket tanítani, hogyan imádkozzatok. And the last kind of prayer mentioned there is Eucharista, which is good language, praise, gratitude, and acts of thanksgiving. A következő kategória az imádságnak az Eukarisztia, amely jó nyelv, hálaadás, dicséret. Okay, so intercession is partnership. Tehát a közbenjárás az egy partneri kapcsolat. I'm going to sit down again. Most ismét leülök. Sorry, that's as far as my knees will go. Eddig tart a térdeim. So intercession is praying for others. Tehát a közbenjárás másokért való imádság. That's easy, isn't it? Könnyű, nem? We need to pray not just for ourselves but for others. Nem csupán magunkért kell imádkozunk, hanem másokért is. But Joy Dawson said it's praying for others as directed and energized by the Holy Spirit. Hogy amikor imádkozunk, akkor a Szentlélek irányítsa és adjon energiát a mi imádságainkra. As Romans says, we don't know how to pray as we ought to pray. Arról azt mondja. But the Holy Spirit gives us his prayers. Azt mondja az ige, hogy nem tudjuk, hogyan kell imádkozni, de a Szent Lélek adja az imádságot. And Jack Hayford said, praying for others as directed by the Holy Spirit, knowing there will be a divine result. Azt mondta J. Hayford, hogy másokért való imádságot a Szent Lélek irányítja, tudva azt, hogy lesznek isteni eredmények. There are things that God wants to do. Vannak olyan dolgok, amit Isten tenni akar, de szüksége van partnerre. He can't do it by himself. Nem teheti meg egy maga. He needs people here on earth to do that. Szüksége van arra, hogy emberek itt a földön megtegyék. And when we talk about how does the Holy Spirit give us prayers? És amikor arról beszéltünk, hogy hogyan ad a Szentlélek nekünk imádságot. At least in my own life I can explain it this way. Legalábbis az én életem során kapcsolatban így tudom ezt elmondani. As I have positioned myself in God's presence. Hogy ahogy elhelyezem magam Isten and I wait on him. És ráhajolok. Maybe suddenly I will think of someone I haven't thought of for a long time or a place, suddenly out of the blue this just comes into my mind. It's like the still small voice of God. Egyszer csak ugye semmiből eszembe jut valaki, akire már nagyon régen nem gondoltam, és így hallhatom Isten szavát. And sometimes it's a place I would never think of praying for. Vagy egy olyan hely jut eszembe, ami sose jutna eszembe, hogy imádkozzak érte. But I know that's God. De tudom, hogy Isten juttatja ezt eszembe. Now in Janet's prayer experience. Janet tapasztalata, ima tapasztalatában. Sometimes when she prays, she will see something. Amikor ő imádkozik, gyakran lát valamit. I don't see so much, but I hear.
Én nem látok annyit, inkább hallok. And I have to believe that little thing. És el kell higgyem, hogy ez a kis dolog, ez a kis suttogás Istentől jön. And I have to believe that he wants me to pray about it. És hinnem kell azt, hogy ő azért adja, hogy imádkozzak ezért. And so when I enter into that kind of prayer, then I have a lot of energy and a lot of strength to pray that. És amikor elkezdek ezért imádkozni, van energiám, sok energiám is tudok imádkozni. When we were in Ireland, Janet and I were in Ireland. Amikor Janet és én Írországban voltunk. And we went there to pray with some other intercessors. És amikor elmentünk imádkozni más közbenjárókkal, he began to give us revelation. Akkor kapott egy kinyilatkoztatást. And it began to be kind of heavy. És olyan nehéz lett a dolog. And we knew someone had to pray. És tudtuk, hogy valakinek imádkoznia kell. And it takes courage. Bátorságra van ilyenkor but szükség. I knew I had to have courage. De tudtam, hogy bátornak because God kell is legyen, with me. Mert Isten velem and van. I just began to pray about that area in the life of Ireland. És akkor elkezdtem imádkozni some things that need broken off of that nation. Írországgal kapcsolatosan, and some things that need to be established. Hogy dolgok legyen, alakuljanak meg, and it takes legyen faith and courage to do that. Szükség van erre hitre but és you bátorságra. Have to believe that God speaks to us. Hinned kell, hogy Isten szól my hozzá. Sheep hear my voice. Hogy azt is hinni kell, hogy they partner with me in intercession. Hangját és követik őt és vele partnerek. So in intercession we are establishing his kingdom. Tehát a közbenjárásban az ő királyságát and his rulership. És az ő uralmát alakítjuk. Yeah, and as I already mentioned in Japan as we prayed for seven cities there are now Youth with a Mission bases in seven cities because we were willing to pray for seven cities. Említettem már, hogy Japánban imádkoztunk hét országért, hogy legyen ott missziós állomás, és most már van ott missziós állomás hét városban. Now sometimes I don't hear about these answers until 20 years later. Gyakran nem hallok nem tudok a válaszról akár 20 évig is. But I know what I prayed. De tudom, hogy mit imádkoztam. And I know God heard. És tudom, hogy Isten meghallgatta. And it's so fabulous. És olyan csodálatos. So Ezekiel 22:30 describes the ministry of intercession. Ezekiel 22:30-ban olvashatunk a közbenjárás. So I sought for a man among them who would make up a wall. Tehát kerestem egy embert, aki falat készítene. And stand in the gap. És beállna a résre. Before me on behalf of the land. Aki ott állna a résre előttem a nép érdekében, a föld érdekében. That I should not destroy it. Hogy ne pusztítsam el. What God is saying is, I'm looking for someone. Isten azt mondja, hogy keresek valakit. He's not looking for something. Nem valamit keres. He's not looking for an organization. Nem egy szervezetet keres. Or maybe a wonderful church building. Vagy egy csodálatos imaházat, vagy egy programot. He's looking for someone. Ő valakit keres. And it's so amazing when you start reading different stories in history, you can think of someone like Abraham Lincoln who changed America. Olyan csodálatos olvasni valaki emberekről a történelemben, például mint Abraham Lincoln, you aki megváltoztatta Amerikát. Of Winston Churchill who changed the world by standing up to Nazism. Vagy pedig Winston Churchill, akit figyeljük, aki kiállt a nácizmus ellen. And he had a prayer partner and his name was volt egy ima partner, akit úgy hívtak, hogy Reese House. And Reese House, while Churchill was leading the nation, Reese House was leading a prayer movement. Amíg Churchill az országot vezette, Reese House in Wales. Ima mozgalmat vezetett Walesben. And when you read his biography, és amikor olvassuk az ő életrajzát, you see how in very many critical battles in World War II, hogy sokszor, amikor ilyen fontos csaták voltak a második világháborúban. Exactly what they were praying is exactly what happened. Pontosan az történt, amit imádkoztak. And maybe this movie will, I think this movie will come to Hungary. Azt hiszem, ez a film is eljut Magyarországra. It's called Dunkirk. A Dunkirk című and it film. Is celebrating the evacuation of all of the British troops and army and some French. That happened 70 years ago. Amely a megemlékezés a brit katonák evakuálásáról, amely Franciaországban történt. And if they had not
evacuated those soldiers, the English army would have been destroyed. És hogyha nem sikerült volna kihozni azokat a katonákat onnan a partszakaszról, akkor megsemmisült volna a brit hadsereg, és a nácizmus uralkodott volna egész Európában. But in Wales, de Walesben, there was Rhys House and his Bible College praying. Ott volt Rhys House és az ő Biblia iskolája. And they prayed for the fog to come. És imádkoztak azért, hogy jöjjön az ár. So all the little boats could go from England over to France and pick up all the soldiers. Jöjjön az ár, és a hajók el tudjanak jönni Angliából, és fölvehessék a katonákat. And if that movie comes here, you can watch it, because it shows kind of the miracle that happened. És amikor lehetőségetek lesz megnézni a filmet, akkor láthatjátok azt a csodát, fact, ami történt. If you read about this battle on Wikipedia, tulajdonképpen ha Wikipédián is elolvassátok, it says the miracle of Dunkirk. Sátok, miről szól ez a csata, akkor láthatjuk a Dunkirk csodát. It wasn't a good military strategy. Nem arról van szó, hogy egy jó harcászati stratégia lett volna a háttérben, hanem Isten. And it was God in response to a man that prayed. Isten válasza egy ember imádságára. And he got a movement to pray with him. És egy mozgalmat vezetett, akik imádkoztak vele. And there are more prayer movements in the world today than ever before. És sokkal több ima mozgalom van ma a világon, mint bármikor. We are living in the end times. Most az utolsó időkben élünk. But there is more prayer being made than ever before. Sokkal több imádság hangzik el. And he wants to make you and this church part of that prayer movement. És Isten azt akarja, hogy ti is részei legyetek a mozgalomnak. To bring God's presence to this nation. Isten jelenlétét hozzátok el ebbe az országba. So God created us for rulership. Tehát Isten uralomra teremtett minket. Oh, I forgot that. Okay. God created us for rulership. And Jesus, as I said before, is now interceding for us. Tehát uralomra teremtett minket, és Jézus közben jár értünk most. And it says he is waiting for his enemies to be put under his feet. És azt olvassuk, hogy arra vár, hogy az ő ellenségei a lába alá vesztessenek. És ez a mi felelősségünk. To put his enemies under Christ's feet. Hogy az ő ellenségét az ő lába alá tegyük. And often when I pray with someone, és gyakran, amikor valakivel imádkozom, who is demonized, aki a démonnal megszáll, I just tell those demonic powers, go to the feet of Jesus. Azt mondom, hogy ezek a démoni erők menjenek el Jézus lábához. I don't have to deal with them because Jesus dealt with them. Nem nekem kell velük megküzdenem, mert Jézus foglalkozik vele. And he has the authority. És neki van erre hatalma. Okay. Okay, so here are some examples of great intercessors. Itt van néhány nagyszerű közbenjáróra példa. The first was Abraham. Az első Ábrahám. Now it's interesting, if you turn to Genesis 18, and you can turn to it or not, but it's interesting in this prayer that God starts the conversation. Hogyha oda tudunk lapozni Mózes első könyve 18. fejezetéhez, akkor azt az érdekes dolgot találjuk, hogy Isten kezdeni ezt a beszélgetést. It seems that God is having a conversation with himself. És egy kicsit úgy tűnik, hogy Isten önmagával folytat beszélgetést. So he sort of says to himself, well, should I tell Abraham what I'm going to do? Valahogy úgy mondja önmagának, hogy elmondjam-e Ábrahámnak azt, amit tenni fogok. And then he says, no, Abraham is my servant. Majd pedig azt mondja, nem, Ábrahám az én szolgám. I can trust him with this. Megbízhatok ezzel kapcsolatban. Because he has my heart. Mert ő az én szívem, az övé. And so he tells Abraham that he's going to destroy Sodom and Gomorrah. Majd elmondja Ábrahámnak azt, hogy el fogom pusztítani Sodomát és Gomorrát. And Abraham has God's heart. És ott Ábrahám szíve because he begins Istenén, to pray. És elkezd imádkozni. And he said, would you destroy it for 50 righteous? Hogy elpusztítanád akkor is, hogyha van ott 50 igaz. What about for 40? Mi van, hogyha 40? What about for 30? Mi van, hogyha 30? What about for 10? Mi van, hogyha 10? So he's interceding. Tehát közben jár. He's kind of negotiating with God. Tárgyal Istennel, alkudozik. How is that possible? Hogyan lehetséges ez? Because he's a friend of God. Mert Isten barátja. Because he has the heart of God. Because his heart is breaking. És megtört az ő szíve. And even though he knows it is an unrighteous city, és bár tudja, hogy ez egy tisztátalan város, nem akarja, hogy elpusztuljon. In the end, we know the city was destroyed. Tudjuk, hogy végül elpusztult a város. Because there were not 10 righteous. Mert nem volt 10 igaz. But de
Abraham's family was rescued. De Ábrahám családja megmenekült. Lot and his family was rescued, right? Lót és a családja ugye megmenekült. They were not destroyed. Nem pusztultak el. So then we see in Exodus 32. És amikor látjuk, when Israel is worshiping the golden calf. Amikor az arany borjút imádja Izrael. Again, God starts the conversation. Akkor is Isten kezdeményezi a beszélgetést. And he says. És azt mondja. He says, you know, those people have sinned against me. They're no longer my people. Ez a nép többé nem az én népem. I don't want anything else to do with them. Nem akarok velük már mit kezdeni. And so Moses intercedes. Úgyhogy Mózes közben jár. And God relents. És Isten meggondolja. And then we see how David intercedes. És látjuk azt, hogy Dávid hogyan járt közben. When the nation is being destroyed. Amikor a nemzet pusztul, azért, mert ő vétkezett. But he goes back into intercession. De ő oda, elkezd közben járni. And he says, oh God, you can destroy my family. És azt mondja, but Uram, don't touch Israel. Pusztíthatod az én házamat, because he loved Israel. Izraelt ne pusztítsd el, mert szerette. And then Daniel interceded. Majd Dániel is közben járt. And the first thing that he interceded was for the return of Israel from captivity. Az első dolog, amiért közben járt, hogy Izrael visszatérhessen a fogságból. He is now this prayer is triggered by Daniel reading Jeremiah's prophecy. Ezt az imádságot az indította, hogy Dániel olvasta Jeremiási proféciát. And sometimes we can read the word of God, pray it and intercede. Gyakran olvashatjuk Isten igéjét, majd közben járhatunk. That's another way of praying. Ez egy másik módja az imádságnak. And Janet's going to teach more about that tomorrow. És Janet holnap ezzel kapcsolatosan többet is tanít. But here is Daniel. De itt van Dániel. He's reading Jeremiah's prophecy. Olvassa Jeremiás proféciáját. And he suddenly realizes. Majd egyszer csak rádöbben arra, hogy 70 év. Since he wrote this, it's 70 years. Eltelt 70 év mióta ezt leírta. And he begins to intercede. És elkezd közben járni. And when you read that prayer. És amikor olvas it's a whole prayer of repentance. Ahogy olvassuk ezt az imádságot, ez egy megtérő imádság. Daniel is the one man in Scripture. Dániel az egyetlen ember a Szentírásban. Where we do not see any sin in his life. Amikor nem láttunk bűnt az ő életében, nem hagyta cserben Istent. He was not Jesus. Kicsit hasonlít Jézushoz. But he was a very righteous man. Nem Jézus, de egy igaz ember volt. And yet he says, "Oh God, forgive us." Azt mondja, hogy Isten, bocsáss meg nekünk. We sinned against you. We went our own direction. Vétkeztünk ellened, és a magunk útját jártuk. He's praying for his nation. Imádkozik a nemzetjéért. And we call that identification repentance. Ezt azonosuló meg bűnbánati imádságnak mondjuk. Even it, not only do we sin individually, nem csupán egyénenként vétkezhetünk, but our nation sin. De a nemzetünk is vétkezhet. I need to identify with my nation. Tudnom kell azonosulni a népemmel. I need to say, Lord, forgive us. Kell tudjam azt mondani, Uram, because we did not come to Hungary mert nem jöttem in 1956. Mert nem jöttem Magyarországra 1956-ba, és segítettem a nemzeteknek. We need to say, Lord, forgive us. Azt kell mondjam, hogy Urunk, bocsáss meg nekünk. Because we opened a door to homosexuality. Mert kinyitottuk az utat a homoszexualitásra. That is now spreading across the world. Amely az egész világon teret hódik. Lord, forgive us. Urunk, bocsáss meg. There are other ways in which America has sinned. Olyan sok más mód van, amelyben Amerika vétkezett. Our leaders and our nation sin. Ami vezetőink vétkezett. But we can identify with that. De tudunk ezzel azonosulni. And we can cry out to God. És kiálthatunk Istenhez. And then he says that when we do that, he will come and heal us. És azt mondja, amikor ezt tesszük, akkor jön és meggyógyít. We know that God answered Daniel's prayer. Tudjuk azt, hogy az Úr válaszolt Dániel imádságára. Because they were returned to their own homeland. Mert visszatérhettek az országukba. God answered his prayer. Isten válaszolt az imádságára. But in Daniel chapter 10, Dániel 10. részében there is another prayer van egy másik imádság, that he prays. Amit ő imádkozik. And we see this time that prayer has to do with something God revealed to him. Ez egy olyan dolog, amit Isten mutatott meg he neki. He revealed to him a divine timetable. Egy isteni időrendet mutatott. And Daniel could not understand what God was saying. És Dániel nem értette, hogy mit üzen so Isten. He began to seek him. Úgyhogy elkezdte őt keresni. Sometimes God begins to reveal to us something. Gyakran Isten elkezd nekünk megmutatni valamit, és nem értjük. So we just give up.
Úgyhogy feladjuk. We should not be like that. Nem kéne, hogy Daniel így fasted and prayed 21 days. Daniel imádkozott és böjtölt 21 napon keresztül. Because he said, I have to understand God. I have to pray about this. I will not give up until you answer. Imádkoznom kell ezzel kapcsolatban, addig, amíg választ nem kapok. And sometimes we have to do that. Gyakran ezt kell tegyük. There are things that God wants to show us. There are things God wants to do. Vannak dolgok, amit Isten meg akar nekünk mutatni. But we give up too quickly. Tegyünk, de túl hamarabb feladjuk. The problem with our world today a mai világban az a probléma, is we try to microwave prayer. Hogy próbáljuk ezt a mikrózott imádságot gyakorolni. Tudjátok, miről beszélek? We just put something there in God's prayer oven. Csak úgy berakunk valamit Isten ima sütőjébe, majd benyomunk a gombot egy percre. And then we want to pull it out. Majd pedig ki elő szeretnénk venni. Oh, yeah, look here. Oh, látom, nézzétek, mit kaptam. A lot of prayer doesn't work like that. De a legtöbb imádság, sok imádság nem így működik. In fact, I think the best food. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb it's food étel, that you cook a very long time. Az az étel, amit sokáig sütöttek. I used to make very good Italian spaghetti sauce. Én nagyon jó itt olasz spaghetti szószt készítettem. Régen. Maybe it takes 8 hours to cook. Van, hogy 8 óráig tart ezt elkészíteni. You know, prayer is a slow cooker. Az imádság az egy lassú. It's not a microwave. Nem olyan, mint a mikrohullám. And so we have there are some prayers God gives us. We have to pray and keep on praying and keep on praying. Gyakran, amikor imádságot ad nekünk az Úr, akkor folytatnunk kell és folytatnunk kell az imádságot. De Isten jön és választ ad. And Daniel 10 is really teaching us. Úgyhogy Dániel 10. része tanít minket. Sometimes there's spiritual warfare. Van, amikor szellemi harcról van szó. That is hindering the answers to prayer. És ott van, ha and we have to persist. Ki kell tartsunk, hogy ne legyen, ami eltántorít az imádságtól. And Luke 18 also starts with a story about prayer. Lukács 18. része is az imádságról szól történettel indul. And what it's teaching us. És arra tanít minket. Because Jesus says, men ought always to pray and not to faint. Azt mondja Jézus, hogy az embernek mindig imádkoznia kell, és nem kell feladnia. He's teaching us we must not give up. Azt mondja, hogy nem szabad, hogy we feladjuk, must keep praying. Hanem folyamatosan imádkozunk. Maybe some of you are praying for your children. Néhányan imádkoztok a gyermekeitekért. There are other things you've been praying for. Vannak más dolgok, amiket imádkoztatok. Ne adjátok fel. God has heard you. Istennek megvan a válasza. So there it is. Prayer can change anything. Tehát itt van a lényeg, az imádság bármit megváltozhat. Lehetetlen nem létezik. Övé az hatalom. Miénk az imádság. Without him we cannot pray. Ő nélküle nem imádkozhatunk. Without us he cannot act. Nélkülünk ő nem cselekedhet. Because prayer calls God to attention and to action. Mert az imádság Isten figyelmét felhívja. He is sovereign and he can do whatever he wants to do. Ő szuverén, azt tehet, amit ő akar. But often he's waiting on our prayers. De ő gyakran vár a mi imádságunkra. You know, William Carey was the first Englishman to go out as a missionary and he went to India. William Carey az első angol ember, aki elment misszionáriusnak, és Indiába ment. Every year after year, he would go to the Baptist convention. És évről évre felkereste a baptista közgyűlést. And he said, "Send me to India." És azt mondta, hogy küldjetek el Indiában. And they said, "If God wants to evangelize the Indians." És azt mondta, hogy ha az indiaiakat Isten akarja. He can do it on his own. Missziózni ott, he doesn't need our help. Megteheti azt nélkülünk is, nincs szükség a segítségünkre. And sometimes we feel that about prayer. És gyakran így érezzük, hogy kapcsolatosan Isten bármit megtehet. Úgyhogy nem számít az én imádságom. But finally he was so persuasive. De annyira rámenős volt. And they got tired of William Carey coming every year. Úgyhogy ráuntak arra, hogy minden évben jön William Carey. And they sent him to India. Úgyhogy elküldték Indiába. And he's one of the greatest missionaries that ever lived. És ő az egyik legnagyobb missionárius, aki valaha élt. One of the things that William Carey did is he translated all of the Bible into Sanskrit. Ő lefordította az egész Bibliát szankrit nyelvre. And he also stopped this practice of burning widows with their husbands when they died. És ő megállította ezt a gyakorlatot, hogy az özvegyeket elégették azzal, aki meghalt. Because they would tie the wife or the wives to the husband's body and they would put them on the
on the pyre, you know, on the place where they would cremate the body, and they would light it on fire, and the living widow would die with her husband there. Mert az volt a gyakorlat, hogy a férj holttestéhez hozzákötötték az özvegyet, aki még élt, és akkor oda tették azt, ahol elégetik a testet, és úgy együtt elégették. And he stopped that practice. És megállította ezt a gyakorlatot. And he did many other things. És sok más dolgot. Because he said, without us, God cannot. Mert azt mondta, hogy nélkülünk Isten nem. And so God needs our prayers. Istennek szüksége van a mi imádságunkra. Prayer is a balancing act. Az imádság egy egyensúlyozó gyakorlat. He will fight our battles. Hogyha időt töltünk vele, akkor ő harcol értünk. Authority flows out of intimacy. Mert a tekintély, a hatalom az a közeli kapcsolaton keresztül. And I've already talked a little bit about these practical steps. És már beszéltem ezekről a gyakorlati lépésekről, hogy imádattal kezdjük, átadjuk magunkat ő neki, és ebben az ima alkalommal. Azt mondjuk, hogy Uram, szükségem van arra, hogy imádkozzak. Nem tudom, hogy hogyan imádkozzak. Hogyan kell imádkozni. Gyere, jöjj Szent Lélek. Szükségünk van arra, hogy ráfigyeljünk, hogy eszünkbe juttassa, hogy miért imádkozzunk, és akkor elkezdünk imádkozni. You know, when I joined youth with a mission, tudjátok, amikor csatlakoztam a Youth with a Mission szervezethez. One of our great prayer targets was communism. Az egyik ima célpontunk az a kommunizmus volt. I joined Youth with a Mission in 1975. 1975-ben csatlakoztam ez a szervezethez. And in 1979 I went to China and Mongolia and Russia. 1979-ben mentem Kínában, Mongóliába és Oroszországba. And of course we all know what this part of the world was like. És tudjuk azt jól, hogy milyen volt a világ ezen része. Under communism. A kommunizmus idején. And we went there to pray. És elmentünk oda imádkozni. And to pray that God would release those countries. És azért imádkoztunk, hogy szabadítsa fel az Úr ezeket az országokat. And for more than 20 years. És 20 éve múlva. Every day all over the world. Az ország minden részén. People in Youth with a Mission. Azok, akik szolgálnak a Youth with a Mission. That communism would fall. Azért imádkoztak, hogy a kommunizmus törjön meg. Hogy a vas függöny szűnjön meg. Would be broken down. Hogy a berlini fal bomoljon le. We prayed that year after year after year. Évről évre imádkoztunk. And you know what happened? És tudjátok, mi történt? It fell. Ledőlt ez a fal. And God raised up a man called Ronald Reagan. És Isten felemelt egy Ronald Reagan nevű embert. Who stood? Aki kiállt. And who said to Gorbachev? És azt mondta Gorbacsovnak. Tear down this wall. Bontsd le ezt a falat. That was not in the speech. Ez nem volt benne az ő beszédében. The person that wrote that speech that day. Aki az napi beszédet írta. Did not include that phrase. Nem vette bele ezt a kifejezést. But really Ronald Reagan was filled with the Holy Spirit and he had a group of people that prayed with him. And I know his pastor at Bel Air Presbyterian Church, and he was a spirit-filled man. De Ronald Reaganben ott volt a Szentlélek, és voltak emberek, akik imádkoztak vele, és ismerem az ő lelkipásztorát, egy református lelkipásztort, aki imádkozott érte. And that was not in the script. És ez nem volt benne a beszédjének a leíratában. But God gave that to him to say. De Isten adta neki ezt a... It was prophetic. Ez egy prófétai kijelentés volt, és lebomlott a fal. I'm just using that as an example for you. Ezt egy példaként hozom elétek. Because you who live here know the results of that. Mert ti, akik itt éltek, tudjátok ennek az eredményt. That the wall just didn't fall. Hogy a fal nem csupán úgy leomlott. It fell because there were people that were interceding, standing with you in prayer. Hanem azért bomlott le a fal, mert voltak, akik közben jártak. And when I went to Mongolia, és amikor elmentem Mongóliába, to pray, hogy imádkozzak, there were no known Christians in Mongolia. Nem volt ismert, hogy lett volna ott keresztjén. There were two countries in the world where there were no known Christians. Két ország volt akkora, amely nem, ahol nem voltak keresztjének. One was Mongolia. Az egyik Mongólia. And one was Saudi Arabia. A másik Szaúd-Arábia. And today, és ma,
There are churches in Mongolia. Vannak gyülekezetek Mongóliában. There are more than 40,000 believers. Több mint 40,000. There's a Bible college in Mongolia. Van egy bibliai iskola. And God has used the South Koreans to help evangelize Mongolia. És Isten felhasználta a dél-koreaiakat, hogy evangelizáljanak. A nation has been opened. Kinyílt egy nemzet. And I can't say I was the only person that prayed for Mongolia. Én nem mondhatom, hogy én lettem volna az egyetlen and személy, I prayed aki imádkozott volna. I prayed 4 years before I took that trip. De én 4 éven keresztül imádkoztam, mielőtt elutaztam. 4 évig. But God did something. De Isten cselekedett. Because someone said prayer changes things. Mert van, aki azt mondta, hogy prayer az changes cities, prayer changes nations. Változást hoz országokban, nemzetekben. And we are calling out for God to teach us to pray. Kérjük Istent arra, hogy tanítson minket imádkozni. So let's just stand up and raise our hands again. Álljunk fel ismét, és emeljük fel a kezünket. I went over on my time a little bit. Egy kicsit átléptem az időt. And tomorrow we will lead you in some Janet will lead you in some prayer experiences that touch on these things. Holnap Janet átvesz néhány ima tapasztalatot, ami ezekkel kapcsolatos. So Father, we lift up ourselves to you right now. Atyánk, felemeljük magunkat te hozzád. We present our bodies as a living sacrifice. Bemutatjuk a mi testünket úgy, mint élő áldozat. Father, we humble ourselves. Atyánk, megalázzuk magunkat. We ask you to forgive us. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Because we do not pray enough. Mert nem imádkozunk eleget. We only pray what we want to pray. Csupán azért imádkozunk, amiért akarunk. We only pray what is on our heart. Csupán akkor imádkozunk, amikor valami what's happening to our family. Amikor valami a családunkkal történik. We don't have not expanded our understanding. Nem tágítottuk ki a mi értelmünket. That you want to use our prayers. De te akarod használni a mi imádságunkat. To change nations. Hogy nemzet to bring meg, down walls, hogy falak omoljanak le, to bring people to the foot of the cross, hogy emberek jöjjenek a kereszt a tövéhez. Forgive us, Lord, a te érted, for our prayerlessness, and for our lack of faith in praying. Bocsáss meg a mi imádságtalanságunkat. Forgive us for microwaving prayers, a mi mikrohullámú imádságainkat. Instead of never giving up. A helyet, hogy soha nem adnánk so we humble ourselves tonight. Úgyhogy megalázunk ma előtted we say, magunkat, Lord, teach us to pray. És azt mondjuk, hogy Úrunk, taníts minket imádkozni. We pray, God, you would go deep into our hearts. Úrunk, kérünk arra, azért imádkozunk, and hogy that that mélyen fire a mi szívünkbe, prayer és gyújts ott tüzet az would be ignited in us. Ami égjen bennünk. And it would burn. És tüzesen égjen. Fire of God, burn in our hearts. Istenünk tűze égj bennünk. That we would be people of prayer. Hogy legyünk az imádság emberei. And if it would please you, God. És hogyha ez úgy tetszik at neked, your time, Istenünk. És ez időszerű. Would you establish a house of prayer here? Alapíts itt egy imádság even házat, as you have in Pasadena. Úgy, mint Pasadena. As you have in Kansas City. Vagy Kansasben. As you have throughout the nations. Vagy a más nemzetekben is. Establish houses of prayer. Alapíts itt imádság házait. That this nation may be changed. Hogy megváltozhasson ez a that nemzet. Eastern Europe may be changed. Hogy a Kelet-Európa megváltozzon. That Muslims may be changed in the Middle East. Hogy a muszlimok megváltozhassanak. That a nation shall be born in a day. Hogy egy nemzet szülessen egy nap alatt. And kings shall come to your rising and to your glory, Lord Jesus. És király jöjjön a te dicsőségedre, Uram. So Lord, we commit this into your hands. Seal the word of God and the teaching to our hearts. And let us grow in prayer. In your name, Lord Jesus. Amen. Amen.